egy éves időtartam alatt felismerhető, diagnosztizálható, súlyosabb esetekben hamarabb is felállítható a diagnózis. Konkrétan a videójáték függőségről beszélek, amelyet felvett a WHO a mentális zavarok listájára, mentális rendellenességeket felsoroló listájára. Az egyik legismertebb magyar videoblogger Szirmai Gergely a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt! Aki nagyon szeretném az elhatárolást megtenni attól, hogy valaki egy ismert videoblogger, az nem azt jelenti, hogy videójátékokkal tölti a napját és mentális rendellenességekkel küzd. Viszont nem. Rengeteg ilyen embert ismersz. Ó, abszolút. Mindent összefogva, én nagyon nem értek egyet ezzel a döntéssel, ez egy borzasztó elhamarkodott döntés. Miért? Rengetegjük van benne. A kritériumok azok ugyanúgy megfeleltethetőek egy párkapcsolatra, mint a számítógépes játékra, az is egy évnél tovább tart, az is esetleg fontosabb, mint brutális más elemei. Rettenetes függőség a párkapcsolat, borzasztó, figyeljenek oda rá a szülők. Tehát, hogy ezek a kritériumok ezek nem felelnek meg a tudományos elvárásoknak. De mi a tudományos elvárás? Én legutóbb az Egyenes Beszéd stúdiójában beszélgettem Kassa Tiborral, aki a legnagyobb Facebook oldalnak a tulajdonosa, és azt mondta, hogy ő a függőség jeleit saját magán látta, amikor hajnalban föl kell ránéz a telefonja az első és minden más utána, hogy gyakorlatilag 0-24-ben ott élte az életét, és tudta, hogy valamiféle függőség nála kialakult. Abszolút. Lehetséges, hogy függőség alakul ki, de a másik nagyon fontos, hogy figyelmen kívül hagyja a WHO azt, hogy ez gyakran egy úgynevezett coping mechanism, ami nem tudom, hogy van magyarul. Tehát más lelki problémáknak a megoldása az, hogy az ember számítógépes játékozik. Tehát lehet, hogy nem maga a játék okozza ezt a függőségre hasonlító viselkedést, hanem ezt próbálja megoldani. Valaki egy depressziót, vagy egy bántalmazást próbál úgy meggyógyítani magában, hogy már áthelyezi magát egy fantáziavilágba. Tehát rengeteg olyan eleme van, amitől azt hihetnénk, hú, ez egy addiktív dolog. De mit látunk? Mit látunk? Az egész világot bejárta az a videó, amikor a gondolában ülnek a valószínűleg távol-keleti turisták, és mennek Velencében, és az volt odaírva, hogy élvezzük Velencét, és ülnek vagy négyen, öten, és mindenki a telefonját nyomkodja, senki nem nézi Velencét. Igen. Tehát, hogy nagyon sokszor, amikor felszállunk metróra, buszra, villamosra, vagy akár az út, látjuk a kisgyerekeket, akik sem más nem tesznek, mint folyamatosan telefon nyomkodnak. Abszolút. Én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül egy rossz dolog. Tehát én gyakorlatilag soha nem nézek fel a buszon, mert híreket olvasok, vagy e-maileket kezelek, írok, stb. Dolgozom akár a buszon, és ez egy tartalmasabban eltöltött idő, mint hogy bámulok ki magamból. Van, mindenképpen kell az embernek magára, gondolataira szánni időt, de nem gondolnám, hogy ez feltétlenül negatív, lehet az is. Biztos, hogy abban teljesen igazad van, hogy sokszor károgunk mindig egy-egy új technológia bejövetelénél. A tévé is ölbutít és nyomorba Abszolút. Dönt, egykor a rádió is. Internet veszélyei. Pont az internet veszélyei. Korábban a gőzgép. Az is ölbutít és nyomorba dönt. Ugyanakkor tényleg van egy olyan határ, aminek az átlépésének a definíciója az az, amikor az életed egyéb fontos prioritásban lévő, vagy korábban ott tartott dolgai, például egy párkapcsolat, ami, ahogy mondod, szintén tud mérgező és káros és függő lenni, olyan mértékben szorulnak háttérbe, hogy az már a egészséges élet, nem tudjuk, mi az az egészséges élet, és ki a normális ember, de mégiscsak arányokról beszélünk. Abszolút, abszolút, erre figyelni kell, de tényleg megvan az a határ, ahol már akár játékaddikcióról is lehet beszélni, de ezt egy elmezavarnak kategorizálni, az egy olyan dolog, amiről egyébként a DSM-et megnézzük, hogy a Diagnostic és Statistika, a Mental Disorderekről egy hivatalos publikáció, amit 2013-ban adtak ki utoljára, és még mindig nincsen benne. Ez annyi van alatta, hogy további kutatást igényel. Tehát a tudományos társadalom erről még nem egyezett meg, hogy ez vajon egy létező dolog-e vagy sem. A WHO egyszerűen csak felszette, azt mondta, hogy ez most már van. Rendben van, a mindennapi használatodban, vagy a mindennapi életedben, hol mondanád a függőséget? Az a függőség, amikor a fiatal lány és fiú a szomszéd szobából egymással SMS-ezik és nem beszélget, vagy pedig amikor a romantikus vacsora közben mind a két fél a mobiliát nyomkodja és valamit nézeget rajta. Vagy amikor esen jutsz a romantikus vacsoráig, hiszen nincsenek többi emberi kapcsolatai. Vagy amikor a távol-keleti fiatalemberről szóltak a vezető hírek, aki elvette egy virtuális számítógépes játékot, elvett feleségül, igen, és összeházasodott, az nem, szerintem lehet, az már... hogy harmonikusabb egyik, a kapcsolata. Egyik sem, amit mondatok. Mindegyik egy olyan viselkedés, amit mi elítélünk, mert a mi életünkhöz nem illik, vagy nem értjük. De egyik sem addikció. Én úgy gondolom, hogy az addikció ott van, amikor a koreai úriember 3 napig játszott és belehalt.
Olyat van, ahol az ember ül akár egy szociális környezetben, és izzad, fizikai látványosan szenved attól, hogy nem számítógépes játékozhat. Amikor az egészségünket már alul értékeljük, az például abszolút egy olyan dolog, ami ugyanúgy a kávéval, alkoholral és egyéb dolggal is megesik. Azok is addikciók. Ez nagyon-nagyon ritka ahhoz képest, amit ez a publikáció most... Ki tudod ezt fejezni percben, órában esetleg? Tehát a 0-24-ben hány órát tölt valaki a számítógép előtt, onnantól érdemes figyelni? Ezt én magam nem vagyok, nincsen mögöttem a kutatás, ezt tovább kell ezen dolgozni. Az egy év is egy teljesen ilyen random kritérium ennek az egész dolognak. Ezt ki kell kutatni, hogy mi az, ahol pontosan már neurológiai elváltozásokat figyeltünk meg az agyban. Biztos vagyok, hogy ezen dolgoznak emberek. A Zimbardónak volt egy nagyon érdekes könyve, az egyik legutolsó könyv, egy nagyon vastag könyv, hogy hová tűntek a férfiak, arról szól, és a fiatal férfiaknak a mindenféle beilleszkedési, önértékelési, párkapcsolati és magukat szerepben elhelyezési problémáiról szól. Marha érdekes. És az egyik az, és kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy szerinted ez is közhely és károgás, vagy lehet benne valami, és nem csak férfiakra, hanem őkre is vonatkozik, hogy a valódi személyes kapcsolatteremtésnek akadálya az, hogy már csak digitálisan tartanak inkább egymással generációk tagjai kapcsolatot. Vagy ez hülyeség? Én úgy gondolom, hogy ezt inkább a félelem szítja. Bizonyos esetben megint csak oda kell rá figyelni, bizonyos esetben kétségtelenül lehet probléma. Én nem gondolom, hogy ez egy teljes generációs betegség. Tehát az két ember találkozik, olyan, akár hormonális kapcsolatban is kerülünk, ami lehetetlen informatikai úton. Tehát a különbségadás megvan, az ember az egyiket természetesen jobban élvezi. Emiatt figyelnünk kell rá, mert bizonyos emberek, akik mondjuk ki vannak szólítva a társadalomban, akkor azok esetleg nagyon beleszerthetnek ebbe a kommunikációs módba, de nem gondolnám, hogy valaha egy szájra puszít, azt egy számítógép tud úgy imitálni, hogy elkerüljük. Lehet, hogy jobban. Igen, jogos, ezen is dolgoznak emberek. Akkor, amikor azt mondod, hogy nincsenek exakt számok, vagy a WHO néhány dolgot hasonlítésszerűen csinált, akkor tudjuk azt, hogy a játékoknak a fejlesztői nagyon elől járnak, hiszen gyakorlatilag már én magam sem értem, két gyermekem, amikor a kocsiban beszélget, nem értem, fizikailag nem értem, hogy melyik vesztet, milyen csesztet, nem, tehát nem tudom, hogy miről beszélgetnek. Ugyanakkor például mindaz, amiről te beszélsz szintén, hogy milyen szakértők állítják ki mindazt, hogy ez függőség vagy nem függ. A pszichológia például felkészült erre szerinted? Én úgy gondolom, hogy ez elképesztő tempóban fel kell készülnie. Nincsen felkészülve. Tehát ahogy megnézzük a tudományos ilyen visszacsatolásokat a döntés alapján, rengeteg fiatalabb, friss, éppen most doktorát pszichológus állítja azt, hogy várjunk csak, nekem 50 ilyen páciensem van, és abból 48 az depresszióval küzd, vagy kiszorítottság érzetéből, és semmi köze nincs a játéknak magának a negatív viselkedéshez. Tehát ez egy most kialakuló dolog, ezt most kell megtanulnunk, nincs elég készen. Generációs probléma, mert ahogy említettem például, hogy én a gyermekeimnek a szavát néha nem értem, és szerintem sok szülő van így, hogy ránézek a számítógépre, fogalmam nincs, hogy mit csinál, hogy ez például egy generációs különbség, ahova az idősebb generációnak is ezt bele adom, kell tanulnia. Igen? Értetted, amit mondtam? Igen. Adom. Igen. Akkor magyarul ez vagy. Igen. Igen. Tehát, hogy nem, ez nem generációs probléma. A ti generációtok, itt ért véget a beszélgetés, köszönjük, hogy itt voltál. Őszintén, tehát nekem még nincsen egy gyerekem, hogy ilyen szempontból, itt. Akkor így ennek még a túloldalán képviselem magam, de a lényeg az, hogy nektek bele kell tanulni. Hogyha meg akarjátok érteni a gyerekeiteket. Abszolút gondolom, hogy vannak 50-60 éves emberek is, 80 éves ember akár, aki rengeteget játszik, mert megtanulta és megszerette, és talál benne valamit. Nagyon róla ez volt, hogy itt voltál, úgyhogy csá. De az idősebb generációk tagjainak szeretném elmondani, hogy igazi gigasztár volt ma a vendégünk. Ha! De konkrétan fekete extra hippa, mega extra brutál gigasztár. Én ezt tudom, én youtuberekkel dolgozom, és nagyon-nagyon elő. Na, tényleg róla ez volt, hogy itt voltál, úgyhogy csá. Köszönjük. Köszönjük szépen.